Azért szeretném, hogy legyen egy videón életrajzom, mert újságíróként, kommunikációs szakemberként, kommunikációs területen szeretnék elhelyezkedni, és ez egy kreatív terület, ahol nem csak az a fontos, hogy az embernek milyen szakmai tapasztalata van, hanem az is nagyon fontos, hogy milyen a személyisége, hogy milyen ember. Sokkal nehezebben tudtam figyelmen kívül hagyni a reflektort, a fényeket és ezt a mesterséges környezetet, mint ahogy arra eredetileg számítottam, de segített feloldódni az, hogy jó volt, ott volt itt a hangulat, és nem érett, hogyha elrontottam valamit, akkor nem éreztem azt, hogy most valami rosszat csináltam, hanem egy ilyen támogató légkör vett körül, és ez aztán segített abban, hogy átlépjek a hibákon, és a 10-20-szor elrontott mondatokon, és én sikerüljön értelmesen megfogalmazni azt, amit szeretnék. A videó önéletrajz mindenképpen egy újfajta és még szokatlannak számító megoldás. Ezért azt gondolom, hogy azok tudják ezt jól használni, akik kommunikációs területen, művészeti területen dolgoznak, vagy valami olyan pályán, ahol a kreativitásukra szükség van. Illetve fontos az, hogy milyen a hangjuk, hogy milyenek a gesztusaik, hogy milyen a megjelenésük, és nem csak adatokból áll, vagy tehát nem csak az adatok fontosak az önéletrajzokból, hanem az is, hogy milyen ember van a papír mögött. De az